Kállai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merrill Fashion gondoskodik. Köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel. Hát a mai napon elég érdekes témáról lesz szó, de ugyanúgy, hogy megszokhattuk, egy kicsit felvezetem a műsort, és hogy a kedélyeket egy kicsit felcsigázzam. Hát kérem szépen, hogy milyen is volt az idő 220 évvel ezelőtt. Érdekes, mert meg lehet tudni, és nekem van szerencsém abban, hogy hát a kezemben van egy nagyon régi magyar kalendárium, és ez nem más, mint kérem szépen a pesti és pozsonyi, úgy írták régen, pozsonyi, új és ó magyar kalendárium. Krisztusunk születése után az 1798. esztendőre. Na de mitől érdekes, és miért hoztam én ezt magammal most? Hát nem másért, mert képzeljék el, hogy ezért van egy kis egybeesés és érdekesség, mert ugye ma 24-e van, tehát itt állunk Oroszlánhavában, most már 3 napja, hogy Oroszlánhavát számítjuk, ugye 21-e után már ugye a nap belép az Oroszlánhavába, és itt vagyunk, hogy 24-e kedd estére, tehát keddi napjára esik, most 2018. július 24-én. Na de 220 évvel ezelőtt képzeljék el, hogy szintén július 24-e kedd napjára esett. Úgyhogy ez ebben az egybeesés, és én úgy gondoltam, hogy akkor miért ne beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen érdekességeket tartogattak az akkori kalendáriumban az oroszlánnak a haváról, ami nagyon érdekes, és én nagyon szeretem, megmondom őszintén, mert lehet, hogy meleg van, lehet, hogy túlságosan igénybe veszi a mai szervezetet is, de hogy régen mi volt, és hogy mi történt 220 évvel ezelőtt, hát tudjuk meg, amennyivel lehet. És itt például azt írják, hogy a hold járása és változása, és leírja, hogy hetenként a holdnak a változása, hogy is működik, tehát már úgy, hogy ugye 3-2,5-4 napot tartózkodik a hold egy fázisban, de mennyire igazuk volt. Tehát a holdnak utolsó fertája bejelenedik 6-án, 7 órakor, 51 másodperc délelőtt a meleg és heves napok még mind állandók. Tehát ezzel a régies kifejezéssel írja. Utána pedig teli hold és magára veszi a megújulását 13-án, bocsánat, új hold, magára veszi a megújulását 13-án, 5 órakor, és mennydörgés és égi háború akar vele együtt támadni. Majd növekvő holdnál az első fertájába lép 20-án, 8 órakor, 5 másodperc délelőtt az idő tiszta és meleg. Ezt nem tudom, hogy hogy írja ezt az 5 másodpercet, vagy 5 órát akar írni, mert nem értem a helyes meghatározást. És ugyanakkor az teli holdnál egészen világossá lesz 27-én, 7 órakor, 49, majd délutánhoz meleget és mennydörgésre hajlandó időt. Hát ez most egy kicsit nehéz így megfejteni, ha így visszatekintünk, hogy 200 évvel ezelőtt, 220 évvel ezelőtt mit is akartak ebből kihozni. Az akkori asztrológusok, akik ezt megírták, vagy aki éppen ezt megírta, de van benne igazság, és ugye hát nem beszélve arról, hogy természetesen 26-án, ami hát majd nálunk is dívik, és már volt, de ott 220 évvel ezelőtt lehet, hogy még akkor tartották, hát az Anna bál. Hát attól szebb nem is kell, és az Anna nap, ami 26-án ugye csütörtöki napra esik most is, és akkor is 26-a csütörtöki napra esett. És hogy még egy kis érdekességgel és egy kis humoros megosztással megszolgáljak önöknek, egy kis olvasmánnyal, mit írnak, hogyha ugye a hölgyek kerülni szerették volna a nap ellen a leégést, ha kerülni szerették volna a napot, vagy éppenséggel
hogy gondolkodtak, ha nem akartak túlzottan lebarnulni? Hát, kérem szépen. Ha a meleg kánikulába a nap bőrödet elfűté, vagy elsüté, így szépítsd meg, ha tetszik. Végy egy néhány icetejet, ugye milyen érdekes? Nyom bele egy citromnak a levét, természetesen a citromot nem C-vel írja, hanem T-zével, és tégy hozzá egy kalámpálinkát, egy kanálpálinkára gondol, főzd meg jól, szedd le a tajtékját, hűvös helyen tartsad, s mosodj vele. Na hát, kérem szépen. Vagy szép búza lisztet tedd vízbe, és hagyd benne egy ideig, azután szedd fel azt, már úgy értve gondolom, hogy leöntötték a vizet, és ami alul maradt lisztet elővették, és elegyítsd össze egy néhány tojásfehérjével, fehérivel, azután kend meg az áprázatodat véle, hagyd rajta egy éjjel, és mosd le másnap lágy meleg vízzel. Hát kérem, a hölgyek abban az időben is szerettek szépek lenni, és hát a házi praktikákat elővették. És az akkori kalendáriumban, ugye hát nem csak az időjárásról, és nem csak a gyönyörű névnapokról írtak, mert hozzá kell tennem, hogy nagyon sok olyan névnap van benne, amit ma már nem így írunk, máshogy írjuk, és nem is használjuk. Tehát én azt mondom, hogy nagyon érdekes, mert ha az ember így belelapoz, akkor nagyon sok olyan névnappal találkozik, amelyeket ma egyáltalán nem is használunk. Hát például itt van a Kristóf, akkor Anselmus, akkor például Prosper, tehát Elicius, tehát annyiféle nevet használtak abban az időben, ami régies hangzású név, régies mondani valójú név, és hát azt hiszem, hogy akkor azért másféle idők jártak, de az, hogy a mostani világban hogy járnak az idők, hát arra mi vagyunk kíváncsiak, mert ugye most is benne vagyunk, nem csak az akkori szülöttek, és azt hiszem, hogy ez csak egy kis ízelítő volt abban, hogy az úrnak ugye az akkori 798. évében 220 évvel ezelőtt, még kimondani is sok, mi is történt, és de egészben tényleg annyi a különös, hogy hát tényleg 24-e keddi napra esett, és hát úgy gondoltam, hogy miután ez most így van, akkor miért ne osszam meg önökkel ezt a kis kedvességet, és emlékeztünk egy kicsit vissza, hogy 220 évvel ezelőtt mi volt. De hogy most mi lesz, abban viszont kérem az önök segítségét, mert aki velem tart és nézi a műsort, hát az nagyon jól tudja, hogy itt azért szoktunk nem csak ilyen kis régi emlékeket előszedni, hanem elég kemény dolgokról szoktunk beszélni, ami az életben ugye hát dévik, és sőt, még ezt lehet tupírozni máshogy is, és megkérném a kedves kollégákat, hogy kapcsolódjanak be a kedves televízió nézők a műsorban. Hát el se kell mondani a telefonszámot, de azért én gyorsan elmondom, 269-0386, nem emeldíjas telefonszám, velem fognak beszélni, várok mindenkit, de már itt a legelső kedves hívó. Üdvözlöm! Jó estét kívánok, kedves Zsuzsanna! Üdvözlöm! Gabriella vagyok, 1967-07-10-én születtem. Tehát július 10-én, ez egy gyönyörű időszak, igen. És eléggé rossz egészségi állapotom van most, meg úgy anyagilag is, hogy az egész időszakom elég nehéz. Hogy mikor lesz ennek egy kicsit jobb? Na most, kedves Gabriella, én nagyon szeretnék önnek nagyon szép és jó dolgokat mondani, amit hogyha elhisz, akkor bevonza és könnyebb lesz túlélni a nehézségeket, amik ugye eddig voltak, de higgy el nekem, hogy én általában nem, szóval azért elég, aki ismer, pláne személyesen ismer, azt tudja nagyon jól, hogy elmondom a lehetőségeket, de így 3-4 perc alatt azért nem olyan könnyű mindent kivesézni, de elmondom, hogy mi van, de mindennek van háttere, mindennek van, hogy mondjam, olyan előzménye, amit azért jó, hogyha az ember egy kicsit talán megpróbál kiegyenesíteni, mert máshogy nem megy.
Igen. Na most miután itt vagyunk azért az oroszlán havába, hát az ön kedves születésnapja már megtörtént, tehát már túl van rajta, egy új korszakba lépett. Talán még azt is mondhatom önnek ilyenkor, hogy boldog új évet kívánok, mint saját magamnak, mert ugye, akik így rákhavában születtek, azoknak ilyenkor bizony, hát egy csillagászati új időszak következik, tehát nem naptárilag, hanem ilyenkor kezdődik el egy új szolárikus éve. Na most ön túl van egy eléggé kemény és egy elég nehéz éven. Na most ugye nem gondolja komolyan, és tényleg nagyon nem szeretném, ha az orvos feladatát elvenné, igen, és ugye azt gondolná, hogy akkor én meg tudok oldani egy betegséget, higgye el nekem, hogyha velem előfordul, én is nagyon nagy szeretettel fordulok az egyik kedves ismerősömhöz, barátnőmhöz, aki éppen nőgyógyász, ha kell, de szóval, hogy mondjam, tehát nem lehet elvenni a feladatukat, mert ők tanulták, ők a szakemberek. Na most az alternatív, vagy a természetgyógyászati kezelés, ami ugyanígy hatásos tud lenni, én annak a híve vagyok, hogy mindig az orvosi kezelés mellett ajánlott. Aztán ez már a kedves paciens, igen, dolga, hogy mit szeretne. Na most én azt látom, hogy ez az időszaka felpereg, sorszerű dolgok fognak benne bekövetkezni, és előbbre halad, tehát változás előtt van. Jó lesz. Megkérdezhetném, hogy milyen betegsége van? Hát inkább idegrendszeri eredetű, magas vérnyomás, inzulinrezisztencia, ezek a gondjaim, mozgásszervi. Értem. Na most, hát a mozgásszervi probléma, na most mit ért ez alatt, hogy mozgásszervi probléma, ízületi problémák? Vagy... Ízület, inkább ízület, térd ízület, tehát az, azon javítható, meg segíthető, de inkább a magas vérnyomás, a kiugró. Így van. Na most tessék figyelni. Ha hajlam szerint vizsgálom a képletet, abban benne van a szív és az agy. Mind a kettő. Tehát itt akkor elsődlegesen azért a szívnek a problémái, a keringésnek a problémái megmutatkoznak a képletében. De túl van a nehezebb időszakon. És ha most egy kicsit megpróbálja magát összeszedni, mert ez az éve nem mutat semmi negatívumot, hanem a nehéz időszakon, mint ahogy az előbb említettem, már túl van, akkor felperegnek ebben az időszakban majd az események, és szépen megoldódnak a feladatok. Tehát ilyenkor megérik az a bizonyos gyümölcs, ami már érlelődött egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. Igen, elég régóta. Jobb lesz egy picit, bízhatunk be. Jobb lesz, jobb lesz. Sokkal jobb lesz. Nagyon köszönöm. Jó? Bízom. Jó. Úgyhogy jó egészséget kívánok önnek, és sok szerencsét. És szép névnap, szép születésnapot, bocsánat. A névnaposok azok most jönnek. Jó, köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Haladjunk tovább, mert hát gondolom, hogy nagyon sokan telefonálnak, és ilyenkor azért, amikor így égnek a vonalak, akkor az ember csak kapkodja a fejét. Itt a következő kedves hívó, akit nagy szeretettel köszöntök. Ön van a műsorban, nagyon kedves. Jó estét kívánok. Köszöntöm szeretettel. A lányom felől szeretnék érdeklődni. Egyedül maradt egy gyerekkel, hogy hogyan alakul tovább a sorsa. Ja, Istenem. Ki az anyuka? Hogy hívják önt? Én Margit vagyok. Aha. És megkérdezhetném, hogy a kedves lányát hogy hívják, és mikor született? Ő Melinda, és 975. február 15-én született. Uh-huh. Na most, drága anyuka, hát nézze, ez most egy kicsit nehéz időszaka a lányának, de én rákérdeznék azért egy olyan évvel ezelőtt, mi történt a kedves lányával egy másfél évvel ezelőtt? Egy évvel ezelőtt műtötték a fülét. Mert? Hát valami probléma volt vele, és azt meg műtötték.
Értem. Na most tessék figyelni, eléggé ködöl az évet, tehát most majd egészen még jövő februárig bizony előjönnek az életében olyan ködös helyzetek és olyan megoldani való helyzetek, amik kiderülnek, homályos helyzetek, ebben van hazugság, ebben van mindenféle olyan dolog, amit a Neptunusznak a behatása, hát nem egy kellemes bolygó, de ugyanakkor nagyon szép bolygó is, tehát tud jó is lenni. De most ebben az aspektusban azért én úgy látom, hogy nehezen viseli a kedves lánya ezt az évet. Mióta maradt egyedül, ha szabad rá kérdezni? Decemberben volt egy éve. Uh-huh. És elég érzékenyen érintette minden. Na most tessék rám figyelni. Igen. Nem fog a lánya egyedül maradni. Nyugodjon meg. Nem szabad ezt ilyen patetikusan mondani, hogy egyedül maradt egy kisgyerekkel. Vénusz behatású az időszak. A jövő évében, jövő februártól várható, de elképzelhető, hogy az év, hogy mondjam, tehát most van fel, március, április, május, június, július, augusztus. Kérem szépen, majd olyan szeptember után tessék egy kicsit, mondja meg a lányának, hogy próbáljon megnyitni. Mert olyan energiák áramlanak, amikor érdemes. Na most teljesen más a vibrációja utána az ő képletében felemlített és a felsorolható olyan bolygó behatásnak, ami abszolút olyan lehetőségeket fog neki nyújtani, hogy kilépjen a magányából. Kérem szépen, sorszerűen belép egy férfi az életébe, és ez higgyel nekem egy nagyon olcsó és nagyon, hogy magyarázzam önöknek, nagyon hamis jóslásnak tűnne, ha én azt mondanám, hogy ekkor, meg akkor, meg amakkor. Prognózis szerint, tessék megfigyelni, most szeptembertől következő februárig van rá tendencia, hogy valakit megismer, vagy a múltból előjön, és komoly lehetőség, tehát komoly kapcsolat ebből az egészből csak majd jövőre fog kialakulni. Egy év. De egyedül létre utaló bolygója nincs. Igen. Jó? Ne okoskodja túl, és nem is érdemes, tehát benne van a sorsában a váltás, benne van a sorsában a hirtelen, de ez egy előző életből előjött dolog. Tehát ezt nem szabad ilyen sajnálkozva mondani. Higgy el nekem, hogy sokkal jobb a gyerek szempontjából is, és pont tegnap volt egy ilyen kedves esetem, ugye egy ilyen kedves beszélgetésem valakivel, akinek azt mondtam, hogy sokkal jobb, ha kilép a házasságból, mert a gyereknek sokkal nehezebb elviselni, ha a szülők állandóan veszekednek, vitáznak, és azért húzni egy házasságot, annak semmi értelme nincs. Értem, igen. De sohasem a gyerektől válunk el, hanem egymástól. Igen. Jó? Igen. És szeretném még kérdezni, hogy sikerül-e neki lakást venni? Sikerülni fog lakást venni, és méghozzá majd a téli időszakban. Mert addigra fog az a pénzösszeg megjönni. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Haladjunk tovább. Tehát nagyon nehéz tanácsot adni annak, aki benne van egy olyan nehéz helyzetben. Tehát tényleg tegnap volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk, és ebben a tanácsadásban, beszélgetésben hát elég nehéz volt a feladat. De miután név, és nem is vagyok feljogosítva rá, hogy elmondjak itt bármit, hanem itt csak annyit mondanék, hogy házasságban együtt élni tilos. Úgy, hogy vita hátán van. Annak értelme nincs. Itt a következő hívó, mindjárt elmondom, hogy miért. Itt a következő kedves hívó, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Jó estét kívánok. Üdvözlöm. Én a... párkapcsolatra? Igen, egészségre. Igen. Lennék kíváncsi. Értem. Na most én az előbb elmondtam, hogy gyógyítani nem tudok, mert nem az én feladatom, de nagyon szívesen átnézem.
kérnék egy keresztnevet. Mire, Éva. Éva. És mikor született, kedves? 56. Igen. Május 19. Május 19-e. Aha. Hú, mi történt ilyen fiatalon? Hát ön nagyon fiatalon, közben el kell tennem a könyvemet, mert itt lezúdul, de mikor tetszett születni? 56. Az jó. Eddig tiszta. De nem értettem az előbb kristálytisztán, tehát nagyon jó. De elég fiatalon látom, hogy férhez ment, vagy kezdte az életét, vagy éppenséggel úgy próbált lábra állni. Házasságban él? Nem. Hát ez elég különös. Május 19-ei egy bika havában lévő, aki tiszta harmónia szeretet, és ott az életének a felénél van egy jó nagy törés, amiben ugye a napnak egy olyan esése látható, hogy hol fent, hol lent, hol fent, hol lent. De ugyanakkor azért eléggé kemény aspektusban áll. Na most nem tudom, hogy most jelen pillanatban van társa, párja, szerelem. Nincs? Halló? Halló, itt vagyok. Nincsen. Értem. Elég érdekes, hogy nincs. Mert minden nehéz körülményben olyan szerencsésen tud kilábalni, hogy ezt el se hiszi, de most már értem, hogy miért nincs. Bocsánat, hát persze, hogy nincs. Kérem szépen, igen? Ez idáig nincs. Most írjuk még az augusztust lassan. De, vagyis hát a júliust. Kérem szépen, az van, hogy itt egy fél éves csúszás és egy olyan időszak az életében, hogy egyszerűen azt érzi, hogy mindenből elege van, mindenkiből elege van, teljesen elfutna mindentől, de ugyanakkor nincs értelme, mert ez egy nagyon lomtalanítós korszak az ön életében. És nagyon sok olyan barátság is beletartozik ebbe az egész időszakában, ami egykor még olyan hűde jó volt, aztán most meg olyan unalmassá válik egy kicsit. De figyeljen rám ide, Éva, ez nem véletlenül történik így. Na most az életünkben vannak olyan periódusok, amikor ellaposodnak bizonyos szerelmek, barátságok, és már nincs helyük az életben. Tehát nem véletlenül történik, mert valahogy helyet kell csinálni. Tehát a sors az egy olyan dolog, és egy olyan tanító, hatalmas tanító, hogy helyet csinál, és mégpedig azért csinál helyet, hogy belépjen helyette új. Tehát ilyenkor mondják, hogy bezárul egy kapu, akkor kinyílik egy másik. Na most ez pontosan ilyen, na de viszont önnek miután egy harmónia szerető. Egy kicsit vezető természet, ami nem baj, tehát mutatja, hogy egy ominózus bika, de érdemes az életébe egy kicsit talán új szint belevinni, új lehetőségeket belevinni, és nem másért, hanem azért, mert a 2019-es májusig szóló korszakában itt önnek azért nagyon sok feladata van, tehát egy új korszakra kell felkészülnie, ami tele lesz új lehetőségekkel, új ismerettségekkel, és azért azt hozzátenném, hogy a magánytól sem kell, hogy tartson, mert annak ellenére, hogy lomtalanítós ez az időszaka. Érti? Igen. Mégiscsak egy érzelmi síkon létező korszak. Tehát ebben az évében most itt nem szeretném ezt ilyen egyszerűen mondani, hanem inkább kiemelném, hogy igen, ebben az évében még májusig, most, igen, be fog jönni valaki az életében, mert érzelmi éve van. És ebben a nagy lomtalanításban találkozik valakivel, akivel lehet, hogy, és adja meg az Isten, hogy új életet tudjon kezdeni. Hát nagyon szépen köszönöm. Jó? Az egészségi állapot. Azt az orvosok fogják tudni, én csak a hajlamot mondom. Emésztőrendszeri problémák, magas vérnyomás, vese. Igen. Jó? Jó. Nagyon szépen köszönöm. De ez is a lomtalanításhoz tartozik, tehát
most érdemes mindent átnézetni, helyet csinálni, rendet csinálni az életében, és ha esetleg olyan ismerősök és olyan emberek eltávoznak az ön életéből, vagy esetleg megszűnik a barátság, ne csodálkozzon rajta, jön másik. Jó. Jó? Köszönöm szépen. Minden jót kívánok. Tehát ez egy ilyen lelki év. Hát haladjunk tovább, ha még tudunk, mert most már tényleg elvesztettem én a fonalat egy kicsit, és van ilyen, hogy tehát a sorsunkban, amikor bekövetkeznek olyan események, és egy negatív helyzetben vagyunk, tehát benne vagyunk egy szerelmi 3-4 szögben, mint ahogy az lenni szokott, akkor bizonyára a döntéshozatal, ami a legfontosabb. Na de hogy tudjunk döntést hozni, amikor már itt is család van, ott is nehéz a döntés, és benne maradni egy nem működő házasságban, nem működő életben, hát ez egy nagyon nehéz feladat. De, hogy egy kicsit ebbe én belemenjek, megígérem önöknek, hogy ez nem most lesz, hanem a jövő héten ugyanilyenkor, ugyanis megnézzük, hogy miért kell, és hogyan döntsünk akkor, amikor még picik a gyerekek, és nehéz kiszállni egy kapcsolatból, avagy egy házasságból. De viszont már megjelent az új. Tehát itt a gordiuszi csomó, amit meg kell oldani. Várom önöket holnap, jövő héten is, ugyanitt, ugyanilyenkor tartsanak velem, megígérem, megpróbáljuk megtalálni a megoldást. Minden jót kívánok! Kállai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merrill Fashion gondoskodik.